Az 1943. januári Doni tragédia megértéséhez szólni kell a trianoni békediktátumról, amely után felmerült az elveszített területek visszaszerzése. Ez 1938 és 41 között sikerrel is járt német-olasz segítséggel. 1941-ben viszont, amikor megindult a szovjet-német háború, felmerült a kérdés, hogy mit tegyen Magyarország. A németek mellé állt, revíziós eredményeit nem akarta elveszíteni. 1942. januárjában pedig már nem lehetett nemet mondani a német követelésekre. A második magyar hadsereget német követelésre kormányközi egyezmény alapján küldték ki a második világháborúban a keleti frontra, végül nem biztosító műveletekre, hanem az első vonalba. 1943. január 12-e az a dátum, amikor megindult a vörös hadsereg támadása egy hatalmas arcvonal szakaszon, és két hét leforgása alatt áttörték a frontvonalat, ahol a magyar katonák tartottak ki a legtovább. A német hadvezetés nem vetette be az arcvonal mögött állomásozó egyetlen tartalékát, de a visszavonulást is megtiltotta. A harcok január végéig elhúzódtak, ekkor vonták ki az arcvonalból a magyar katonákat. Úgy tűnik a hosszú évszázadok során a magyar katonáknak mindig az a feladat jutott, hogy nem csak Magyarország, de Európa határait is őrizni kell. A mai napig őrizzük Európa határait. Győzelmeinkből és hibáinkból tanulhatunk, választhatunk utat. A Doni eseményekről, a hatvani áldozatokról, 60 városi megemlékezést is tartottak, ahol a megjelentek, lerútták tiszteletüket az őrszemszobornál.